egész héthez szerés, strandolás, el nem múló fél. Van egy sorozat, ami a realizmus nyomán megy, és a történet egy teljesen realista történet. És engem megkértek, hogy rendezzem meg ennek az évadnak az utolsó epizódját. És én arra gondoltam, hogy ez akkor izgalmas, hogyha mindenki a saját tollával, ahogy Molnár Ferenc mondja, hogyha ez egy musical. És akkor elkezdtem elgondolkodni azon, hogy hogyan lehet egy realista sorozatból egyszer csak musical csinálni. És ráébredtem, hogy akkor, hogyha átemeljük ezt az egész helyzetet egy másik dimenzióba, mondjuk egy másik időségba, így alakult ki ez a történet, hogy 10 évvel később megnézzük a szereplőket, hogy hogyan élnek, mi történik. Velük, és így aztán nagyon könnyen beleintegrálódhatnak a dalok a történetbe. Jön 10 hét napsütés, strandüfés, lángos mellé masszív, vagy menés kocsit ránk. Én nem kérnék magamtól autogramot, az biztos, mert ki vagyok én, hogy aláírjuk dolgokat meg így. Ti miért kérted a Somától autogramot? Én kukoricát akartam kérni. Erről beszélek. Az, hogy vidéki vagyok, ez a, látod, és ez dörgölik állandóan az orrom alá. Hányan állnak hozzám sorba? Hopp! Senki? Nézd, vlogolihoz, meg az operatőrhoz, ott tömegek állnak. Látod, te is, nem? Ne haragudj! A sorba. A számok nem hazudnak. Szia! Én állok a sorba. De ő már volt. Mindannyiunk számára ez egy kicsit ilyen játszótér ez a hely. Itt több minden belefér, sokat lehet próbálkozni, játszani, és mindig van azonnali visszajelzésed, visszanézheted magadról az epizódokról, hogy igen, ez most nem ment olyan jól, igen, ez most jól sikerült, tudsz építkezni belőle. És egy nagyon családias hangulat van itt, nagyon jó barátok. Starship, elakad az agy, zamatos a világ. Most jöttünk le ugye a színpadról, még mindenki ki van melegedve, sok réteg ruha rajtunk, ömlik rólunk a víz, és akkor most itt a tömegben nincs levegő, de egyébként nagyon jól esik, hogy ennyien ide jönnek és kérnek ki a kompromra. Igen, Olivier jön trollkodik, persze, gyere! Hallgatom! Csak hallgatom, hogy mit mesélsz! Na, semmi nem. Na igen, hogy vannak ilyen pillanatok, amikor a kollégák így belezavarnak a forgatáson, de hát van rengeteg vicces jelenet, és akkor a legnehezebb, amikor annyira vicces maga a jelenet, hogy az operatőr a kamera mögött röhög. És akkor próbáld meg ne elnevetni magad, mint például most a Patuska Olivier itt mögötted próbál engem röhögtetni, szóval csodálatos kollégákkal vagyok körülvéve. Én ugye a Vixiánzban is játszom, és igazából a holnaptali az, ami igazából főleg rutint adott nekem a színész szakmában. Most a 10. meg a 11. epizódot azt én rendeztem. Ez egy ilyen hétnapos etap volt, igazából az előkészületek voltak a legtöbbek. Én már úgy mentem oda a forgatásra, hogy igazából jelenetenként lebontva tudtam, hogy hova milyen ötleteket szeretnék berakni, és azt, hogy melyik jelenetet mondjuk milyen plánokból anyám föl. Oda tudod aláírni, hogy csenge? Ja, persze. Legkevesebb. Komoly dolgok, amit látsz. Köszönjük ezt a rendkívüli produkciót Csillik Mirának. Nagyon sok hosszú snit van benne. Ez azt jelenti, hogy egy jelenben nem vágok, amit nagy kihívást jelentettek a színészeknek is, hiszen sokszor 2-3 percet kellett úgy lejátszaniuk, hogy pontosan tudják, hogy ezen a centiméteren kell állniuk, mert itt lesznek élesek, aztán át kell fordulni a másik oldalra, mert akkor ott onnan jön be egy szereplő, szóval egy nagyon pontos, szinte már színházi pontosság kellett ehhez. Gyere, nézd, gyere, nézd, gyere, nézd, ugye ez fancy, vagyok, ez fancy.